Az imént a Fidesz és az MSZP képviselői vitatkoztak egymással a vasárnapi népszavazásról. Most három különböző kormánykritikus álláspont képviselőit láthatják. A bojkottpárti együttelnöke Szigetvári Viktor, az igennel szavazásra buzdító liberálisok szakpolitikusa Szent Iványi István, és az érvénytelen szavazás mellett kampányoló magyar kétfarkú kutyapárt elnöke Kovács Gergely a vendégünk. Jó estét kívánok mindannyiuknak! Jó estét kívánok! Jó estét. Mi a tétje az önök értelmezésében vasárnapnak, Szigetvári Viktor? Ez egy bizalmi szavazásnak is tekinthető, hiszen ennyi propaganda pénzzel, amelyből majd Orbán Ráhának újabb szállodákat lehet vásárolni a Mészáros Lőrincnek, azt gondolom, hogy lehetett volna akár a Fidesznek, ha igaza lenne, és hogyha bírna a magyar társadalom többségének bizalmát és támogatását, egy érvényes, eredményes népszavazást csinálni, sok gyűlölettel, sok megosztással, amelynek az árát még évtizedekig tudnak fizetni ez az ország. Szerintem egy érvénytelen, eredménytelen népszavazás lesz, és azt gondolom, hogy ez ki fogja mutatni azt, hogy a magyar társadalomnak ezen gyűlöletpolitika iránt nincs bizalma. Meghallgathattuk az előbb Gulyás Gergelytől, hogy nem az a lényeg, hogy végül érvényes lesz a népszavazás, bár nyilván ennek is van jelentősége, de hogyha nagyon nagy számban győznek a nemek, akkor azért az ugyanolyan fontos. Azt látom, hogy a Fidesz az utóbbi napokban változtatott nem csak a kampánystratégián, hanem egy ilyen kockázat minimalizáló, az előre látható verességet, politikai verességet megpróbálja már előre magyarázni. A miniszterelnök arról beszél, miközben hónapokon át azt hallottuk, hogy itt egy történelmi alkalom, amikor el lehet küldeni az Európai Uniót a bánatba, és győzni lehet, hogy hát nem is számít, hogy mennyien mennek el, nem is ez a politikai tét. Azt látjuk, hogy a Fidesz feladta ezt a küzdelmet, alacsony lesz ezért a részvétel, remélem még többen maradnak otthon, vagy szavaznak akár érvénytelenül. Azt gondolom, hogy ebben Gulyás Gergelynek nincs igaza. Szent Iványi István? Alapvetően én is azt gondolom, hogy várhatóan érvénytelen lesz a népszavazás. Eredetileg is ezt gondoltam. Tehát mi a tét? Igen, mi a tét? Én azt hiszem, hogy van egy általános tétje, ami Magyarország tétje, és aztán pártonként lehetnek eltérő tétek is. Az általános tét Magyarország esetében az, hogy mennyire tud szembeszállni Magyarország azzal az Európa ellenes kampánnyal és az az Európa ellenes politikával, amit a magyar kormány képvisel. Ez egy nagyon nagy tét. Már meglátjuk, hogy hogyan tudunk vizsgázni ebből a szempontból. A pártok számára eltérő tét van, a Fidesz számára nyilvánvalóan az a tét, az a jó, hogyha bővíteni tudja a táborát, le tudja gázolni az ellenzéket, el tudja takarni az ország súlyos problémáit, mert hiszen erről szólt ez az egész kampány idáig, az egészségügytől a korrupciói, számukra ez a tét. Számukra meg az a tét, hogy hány ember vállalja nyíltan és egyértelműen az európai értékeket és áll ki azokért. Kovács Gergely? Hát nekem rövid távon az a tét, hogy a végre eljöjjön második a éjfél, és akkor tudjak egy fél napot végre aludni normálisan. Egyébként szerintem olyan túlzottan nagy tétje nincsen a választásnak, mert egy olyan dologról szavazunk, ami tök hülyeség, és Európára vonatkozóan szerintem nem lesz túlzottan nagy hatása. Azért, ha ekkora hülyeségnek gondolták volna, akkor gondolom ezt a hülyéskedős ellenkampányt sem csinálták volna. Hát azért csináltunk hülyéskedős ellenkampányt, mert hogy hülyeség a kérdés. De tétje ezek szerint önök szerint is van, hiszen építettek erre először egy nagy adománygyűjtő kampányt, és utána sok munkát tettek abba, hogy ezek a plakátok kikerüljenek. Annyiban nyilván van tétje, hogy az országra iszonyatosan káros hatással van, tehát az, hogy sikerült elérni, hogy milliók a nem létező menekülteket szidják, tehát ebben a szempontból tök fontos, igen. De a Európa szempontjából szerintem nem fontos. Nyilván ugyanúgy szereti a európai pénzt, a brüsszeli pénzt a kormány továbbra is, tehát ilyen hatása nem lesz, hogy mondjuk kilépnénk, és Európát sem hiszem, hogy túlzottan befolyásolná, hogy mit lesz itt a szavazás eredménye. Fodor Gábor, a liberálisok elnöke azt mondta most egy minapi interjúban, hogy aki nem megy el vagy érvénytelenül szavaz, az nem kormányellenesen cselekszik, mert az Orbán rendszert, a passzivitást tartja életben. Sokan nyilván azt mondanák, hogy most éppen önök próbálnak segíteni életben tartani az Orbán rendszert, azzal, hogy az igen szavazatra buzdítanak, ezzel áttételesen pedig az érvényesség irányába lökik a népszavazást. Nem erről van szó. Mi alapvetően azért szavazunk, vagy azért buzdítunk az igen szavazatra, és azért foglaltuk ezt az állást, mert úgy gondoljuk, hogy ebben a helyzetben két egyértelmű és világos álláspont van,
Én a többinek a létjogosultságát sem vitatom, de valójában a nemnek és az igennek van egy világos üzenete. Aki nemet mond, az nemet mond Európára, és támogatja a kormánynak azt a politikáját, amit eddig folytott. Igen mond, az igen mond Európára, és elutasítja a kormánynak a politikát. Ez teljesen nyilvánvalóan ellentétes álláspont. És mit szól ahhoz, hogy most már Kósa Lajos is, ha kicsit trükkösen is, de az igényekért kampányol, mert amikor azt mondtam ma, hogy a kormány lemond, hogyha az igenek többségbe kerülnek, akkor feltehetően azt akarta előidézni, hogy sokan menjenek el, hogy még az igent azt a ellenérzései kifejezésére odarakják, vagyis arra buzdítja az embereket, amire ön is. Én ezt kicsit nevetségesnek tartom, meg kell mondjam, és az az érzésem, hogy ezzel inkább árt az igen szavazóknak, mint használ, mert aki igennel akar szavazni, az nem Kósa Lajos buzdítására akar igen szavazni. De lehet, hogy azért, akar, amit Kósa Lajos is mondta, hogy lemondjon a kormány, kifejezze ellenérzését. Hát, de ha ő mondja, akkor feltétlenül azért mondja, mert ő tudja, hogy ez nekik jó lenne. Őnek nyilvánvalóan ez a szándéka, viszont annyiban a dolog valóban igaz, hogyha el lehetne érni azt, hogy az igenek többségbe kerülnek. Ez nem reális egyébként, tehát én nem gondolom, hogy ezt itt most el lehet érni. De el lehet érni, akkor valóban le kéne mondani a kormánynak, mert ez azt jelenti, hogy teljesen egyértelműen az ország szembefordult azzal a politikával, amit ők hirdettek. Ők másfél év óta ezt hangsúlyozzák és ezt nyomják. Az igazi kemény elutasítása ennek az, hogy az ország többsége odaáll, és azt mondja, hogy nem ezt akarjuk, igennel szól. De ez nem igazán reális, és még kevésbé lesz reális, hogyha Kósa Lajos buzdít erre. Mert az emberek nem Kósa Lajos buzdítására kívánnak szavazni. Szigetvári Viktor mit gondol erről, illetve miért nem az igenre buzdítanak, hanem az otthonmaradásra? Mi azért az otthonmaradásra, mert szerintünk ez a legegyszerűbb megoldás, nem értek egyet Szentivel Istvánnal, hogy ez ne lenne egy egyértelmű állásfoglalás. Ezt szerintem az érvénytelen szavazat is egyértelmű, és a nem elmenetel is egyértelmű állásfoglalás. Szerintem tényleg hülye a kérdés, hiszen az Európai Unió senkit nem akar Magyarországra betelepíteni. Akartak, szerintem sajnálatosan, de elbukott egy kvóta megoldás, amelyben egyébként Magyarország kedvezményezett lett volna, tehát nekünk könnyítette volna a helyzetünket. Ráadásul lehet, hogy én ma kisebbségben vagyok Magyarországon ezzel a véleményemmel, de Magyarország egy jobb ország lenne, hogyha egy sok szembefogadó, nyitott közösség lenne addig a határig, ameddig Magyarországon van integrációs lehetőség, ami hát nyilván nem olyan, mint mondjuk egy volt gyarmattartó országnak, Hollandiának vagy Németországnak, de az a behűítettség a magyar társadalomnak, amikor a valós problémák helyett itt nem levő, vagy akár tavaly itt levő menekültek ellen szíten a gyűlöletet, az nincs rendben, nem akar az Európai Unió tervvel betelepíteni ide senkit, ezért mi bojkottáljuk ezt a népszavazást, egyébként közösen a MOMÁ-val meg a PM-mel egy közös kampányt is csináltunk, és azt is gondolom, hogy Kósa Lajos itt a kampány végére elfáradt, illetve elég gyáva viselkedés volt ezt a tanúbizonyságot, hiszen én magam kezdeményeztem, hogy legyen itt tévévita, lehetett volna itt az ATV stúdiában ma este egy tévévita, több párti tévévita, ott nem lehetett volna ezeket a butaságokat mondani, megfutamodott a Fidesz a kampány elől, Orbán Viktor csak stúdiókban nyilatkozott, nem ment az utcára. Szóval tegyük hozzá, Gulyás Gergely kiállt egy vitára. Nem ezt vitatom, mert én láttam is ezt a beszélgetést, de szerintem egy több párti vita, ahol a kollégák is részt vettek volna, azért az mindenkinek lehetőséget adott volna elmondani az álláspontját, és egy fontos dolog van, vegyük észre, Orbán Viktor ebből a kampányból kivonta magát, nem ment oda a magyar emberek közé. Gergelyéknek plakátoló embereik voltak, meg egyéb dolgokkal kampányoltak, mi is leutultunk az utcán, a Fidesz kivonta magát a miniszterelnök szintjén a kampányból, ez szerintem pont azt mutatja, hogy gyáva és a kudarcra készül. Ha önök ugye végig azt az álláspontot képviselik, hogy ez a kérdés alapvetően értelmetlen, vagy hogy a szavát használjam hülyeség, akkor miért arra buzdítanak, hogy érvénytelenül szavazzanak az emberek, és nem egyszerűen otthon maradjanak, nem tudomást véve az egész cirkuszról? Hát viszonylag egyszerű, ugye itt a fő kérdés az, hogy érvényes lesz a szavazás, tehát hogy 4 millió ember lead szavazatot. Én ebből a szempontból nem tartom az igent szerencsésnek, mert ugye ez itt sajnos hozzá van 4 millióhoz. A bojkottnál pedig szerintem az érvénytelen szavazat azért jobb, mert ez egy sokkal határozottabb üzenet. Tehát azt ugye nem lehet tudni, hogyha valaki nem megy el szavazni, az miért teszi. Tehát lehet, hogy épp a felcsúti kisvasutat próbálja ki, és azért nem ért rá, lehet, hogy már réges-rég Londonban mosogat, vagy tegnap sokat sörözött. Ellenben, hogyha elmegy szavazni és érvénytelenül szavaz, azt ugye össze fogják számolni, tehát lesz egy konkrét számadat. Másrészt, hogy mondjam, szerintem sokkal jobb lenne, hogyha a társadalmi aktivitás miatt lenne érvénytelen a népszavazás, mintha pusztán az érdektelenség miatt. Mit szól ahhoz az aggodalomhoz egy pillanat, hogy egy ilyen népszavazás rengeteg más haszonnal is járhat a kormánypártok számára a konkrét kérdéstől és eredménytől függetlenül, mert információt is nyerhetnek a politikai helyzetről az országban. És például az, hogy melyek azok a körzetek, ahol a legtöbben hajlandóak aktívan fellépni a kormány ellen azáltal, hogy elmennek és szándékosan érvénytelenül szavaznak. Ez is egyfajta információ lesz. Ezek az emberek így aztán
ha más nem a körzetükre tehetnek egyfajta célkeresztet. Hát ennyiben nyilván, de hát ez az információ mindenkinek a rendelkezésére fog állni. Tehát a kutyapárt is elzárhatja a pénzcsapokat azokban a körzetekben, ahol kevés érvénytelen szavazat lesz. Ez most egy komoly fenyegetés? Nem, ez egy kedves gondolat volt. Szent Iván is el akart. Igen, én reagálnék azokra, ami elhangzottak. Tehát nekünk azzal együtt, hogy legitimet tartjuk mind a két álláspontot, azért mind a kettővel szemben vannak kritikai fenntartásaik. Tehát ami a távolmaradást illeti, itt valóban az egyik, ezt Kovács Gergely már elmondta az előbb, az az, hogy nagyon nehéz itt szétválasztani azt, hogy ki az, aki tudatosan maradt ki, és ki az, aki közömbös, soha nem vesz részt, nem érdekli az egész. Tehát ez nem egy nyilvánvaló, egyértelmű, ilyen szempontból egyértelmű állásfoglalás. Másrészt pedig az ellenzéki pártoknak szerintem nem arra kéne megtanítani a saját szavazótáborukat, hogy az a helyes választói magatartás, hogy nem vesznek részt a szavazásokon és nem mennek el, mert ez nagyon visszaüthet például egy választás. Azt gondolják az ellenzéki szavazók, hogy a legjobb szavazat az, ha le se adom, az ugye az országgyűlési választásokon nagyon visszaüthet. Tehát a demobilizálás az demoralizáló hatású lehet, és nem, szerintem nem szerencsés, ebben nyilván másképp látjuk és vitatkozunk. Szigetvári Viktor arcát elnézve egészen biztos, kíván ehhez hozzáfűzni. Hát én amennyi választás szociológiai ismerettel bírok, az nem rengeteg, de némi. Én nem nézném hülyének a magyar választókat. A magyar választópolgárok simán különbséget tudnak tenni egy országos referendum, egy helyi referendum, meg egy időközi választás és egy országos választás között. Magyarországon van az a tévképzet, hogy a parlament vagy önkormányzati választások régiós átlagban alacsony részvételűek, ez nem igaz. Magyarországon sok baj van a demokráciával, sok baj van a részvételi hajlandósággal, de történelmileg is a rendszerváltás óta a magyarországi parlamenti választásokat, no pláne amikor politikai tét volt, azt relatíve magas részvétellel szokták bonyolítani, ebben minden pártnak ilyen is olyan oldalnak volt felelőssége. Ezt csak azért mondom, mert egy ilyen népszavazás, ahol szerintem a magyar társadalom pontosan érti, a többsége érti, hogy itt egy átverésről, figyelemelterülésről van szó, Európa ellenes hergelésről van szó, úgyhogy ellehetetlenítik a valós társadalmi párbeszédet, mondjuk a menekültválság megítéléséről, nem fogja ez őket életükre távol tartani az urnáktól. Nagyon sok híradás szólt az elmúlt időben arról, hogy településvezetők milyen nyomás alatt érzik magukat, és sokan ezt le is fordították az ő választópolgáraik számára, hogy ugye arra is volt példa, hogy valaki azt írta, hogy azért kell nem elszavazni, mert akkor a pályázatokon több sikerrel jár majd a település, volt, aki azt írta, hogy azért, mert akkor ha jönnek a migránsok, akkor majd nem hozzájuk. Miért ne érezze fenyegetve magát egy-egy adott település? Azért nem, mert ez teljesen megalapozatlan. Egyrészt azok a számok, amik itt keringenek, azok minden alapot nélkülöznek. Egyben a pillanatban az 1294 menekült áthelyezését eltekintve semmilyen érvényes szám nincs, és most már valószínűleg nem is lesz, és Magyarország nem fog vonatkozni. Tehát ez az egész egy fikció. Másfelől pedig hát nagyon visszás az, hogy egy fenyegetéssel és zsarolással próbálják az embereket a szavazásra késztetni, méghozzá a nem szavazatra késztetni. Az is elfogadhatatlan, hogy az önkormányzatok, amelyek elvileg mindenkinek a képviseletét kellene, hogy ellássák, azok nem csak a kormánypárti szavazóknak a képviseletét, azok egyértelműen egy párt mellett kampányolnak, hogy olyan híreket is hallunk, hogy önkormányzati alkalmazottak telefonon hívogatják az embereket, minisztériumi munkatársak telefonon hívják őket, nem őket hibáztatom, mert nyilván utasításra cselekednek, tehát ez az, ami egy demokráciában elfogadhatatlan. Hiszen az önkormányzatnak és a minisztériumnak is ebben a kérdésben, meg a kormánynak is alapvetően semlegességet kéne tanúsítani. Ettől még van reálisan okuk félni az embereknek, akár azért, mert félnek, hogy a településük kerülhet hátrányos helyzetbe, akár azért, mert félnek, Gulyás Gergely is utalt erre az előbb futólag, hogy kevesebb segély lesz, hogyha menekülteknek is adni kell, vagy akár ugye ilyen verzió is felmerült már, hogy az önkormányzati lakásokat vehetnék el a rászorulóktól. Ilyen jellegű félelem szerintem nincsen, ez nyílt kampányhazugság volt a Fidesz részéről, de én látok okot félelemre. Én tegnap Nagykátán kezdtem a reggelt, 8 órától kampányoltunk az együtt nagykátai csapatával, és ott több olyan ember jött hozzám, akiknek én magam is azt tanácsoltam, miközben a bojkott mellett szórólapoztunk kollégáimmal, hogy ha úgy alakul, akkor inkább szavazzanak érvénytelenül, mert oda jött hozzám egy pedagógus, aki elmondta, hogy őt a munkahelyén állami alkalmazott, klikk alkalmazott, egyre inkább szorítják arra, hogy vegyen részt, ellenzéki érzelmi emberről volt szó, kérdezte a véleményemet. Én neki azt tanácsoltam, hogy ha meg akarja őrizni az állását, és nem akarja azt, hogy egy kis középvárosban azért ezt lehet tudni, hogy ki megy el, meg ki nem megy el szavazni, főleg ha ott van fideszes delegált, akkor neki lehet, hogy az jobb megoldás. És van egy másik példa, a szemem láttára történt, hogy Nagykárt a fideszes alpolgármestere cigány származású közmunkásokat szólongatott oda a fideszes pulthoz, hogy hát akkor évig
Cikém, Mártikám, gyertek ide, írjatok alá, teljesen nyilvánvaló. Ha ezek az emberek, akik kiszolgáltatottak, holnap után is közmunkások szeretnének lenni, őnekik az a tanács, hogy akkor inkább menjenek el és szavazzanak érvénytelenül, mert az ő életük, az ő megélhetésük múlik ezen. Itt nagyon sok kiszolgáltatott ember lett ebben az országban az elmúlt években. Ez az érvelés az önök megfontolásai között is szerepel? Hát mi tudunk segíteni, hogyha valaki bajba kerülne. Pénzt is tudunk gyűjteni, úgy tűnik ebben viszonylag jók vagyunk, meg még mindig maradt 4750 ilyen savköpő mennyétünk, tehát hogyha valakinek védelemre szüksége, akkor tudunk küldeni valamennyit. Lehet, hogy önök is védelemre fognak szorulni, mert önöket is többször feljelentették már, most néhány órával ezelőtt is viszonylag friss hír, hogy önök ellen határozott az MVB. Igen, és most hallottam, ugye készítettünk, sokan félnek, hogy el fogják csalni a választást, és mi azért készítettünk egy magyar startuppal közösen egy alkalmazást, a kétfarkú appot, kétfarkú.com-ról lehet tölteni, töltse le mindenki, és ugye ezzel közvetíteni fogjuk a választást, legalábbis a ránk vonatkozó részét, tehát az emberek készítetnek fotót, majd bejelölhetik, hogy melyik megyében, és hogy elmentek-e szavazni, és hogy érvényesen vagy érvénytelenül szavaztak-e. Nekünk ez lesz a fő fegyverünk abból a szempontból, hogy ne lehessen csalni. Ez nem tetszett az OVB-nek, vagy a MVB-nek, vagy az OVI-nek, vagy valamelyik hárombetűs testületnek. MVB. Nyilvánvalóan, hát majd a kúrián megtámadjuk a döntést, és akkor majd gondolom nyerünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.